Az európaiak több mint háromnegyede szerint romának lenni hátrány. Ez derül ki egy uniós felmérésből. Az unióban számos antidiszkriminációs törvény van érvényben, tilos a faj vagy etnikai származás szerinti megkülönböztetés, mégis a romákkal szemben mindez tagadhatatlanul létezik. A romák helyzete a 21. században szégyenfolt Európa lelki ismeretén fogalmazott ennek kapcsán nemrég Vladimir Spidla, szociális és esélyegyenlőségért felelős uniós biztos. Az eddigi legnagyobb szabású európai roma konferenciát, a 400 fő részvételével tartott roma csúcsot éppen ezért nagy várakozás előzte meg. Remélem, hogy ez felrázza nem csak az Európai Uniónak a szakembereit, hanem a nemzeti kormányok is elgondolkodnak azon, hogy milyen konkrét lépéseket kell tenniük a szegregáció megállítása érdekében, a szegénység felszámolása érdekében, és egy új jelenség a gettósodás ellen. Ugyanis ezeket tartom én a legfontosabb jelenkori problémáknak. A romák életkörülményei, és ez nem csak az újonnan csatlakozott tagállamokra igaz, lényegesen rosszabbak a többségi társadalomhoz képest. A munkanélküliség sok helyütt 60-80%-os, a várható életkor 10 évvel rövidebb. Létezik a kirekesztés és a szegregált oktatás, ami olyan hátrányos helyzetbe hozza a felnövekvő generációt, amit később szinte lehetetlen lefaragni. Amíg nincsenek saját példaképei egy közösségnek, amíg nincsenek saját kiemelkedő személyiségei, és amíg nincsen egy olyan értelmisége, amelyik húzóerőként hat, addig igaz az a roma civil szervezetekre is, ami egyébként is igaz általában a civil szervezetekre, hogy viszonylag gyengék. A roma civil szervezetek különös hátránnyal indulnak, hiszen semmilyen gyakorlatuk nem volt abban, hogy hogyan szervezzék meg önmagukat. A roma csúcs fontos állomás kell, hogy legyen egy összeurópai roma stratégia kidolgozásában. Ennek Lévai Katalin szerint kiemelten kell kezelnie a roma nők helyzetét, amely a leginkább kirekesztett, többszörösen hátrányos helyzetben élő csoport Európában.